Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Jakab István, a magyar parlament alelnöke, a Magosz elnöke. Tudják, hogy a katonáknak ahhoz, hogy harcolni tudják, megvédeni a hazát, vagy egyáltalán létezni, reggelizni, ebédelni és vacsorázni kell, de ugyanígy a nemzetnek is. Létrejött egy megállapodás, egy agrár megállapodás, amiben sok-sok vízről is van szó. Miről beszélünk itt? Nagyon régóta beszélünk nem csak a vízről, hanem egyáltalán az életről, a gazdaságról, és arról, hogy hogyan lehet Magyarország agrár-élelmiszer gazdaságát még inkább fejlettebbé tenni és versenyképesebbé. Nos, ez a megállapodás egy korábbi megállapodás sorozatnak a folytatása, ahol meg kellett erősíteni és írásba foglalni, nem mintha nem bíznánk egymásba, mert feltétlen bizalom volt, van és lesz. A Magosz és az állam között? A Magosz és a kormány között, kiemelten miniszter, Orbán Viktor miniszterelnök úr között, ugye vele mi 1994. szeptember 20-án állapodtunk meg először egy készfogásról, ez azóta is érvényes, de időszakonként... Jó az, ha papíron is megvan. Időszakonként megfogalmazzuk az újabb célokat, az együttműködésnek az újabb területeit, és kiemelten... Mennyiben lesz modernebb a magyar mezőgazdaság ennek az egyezménynek a következményében? Most egy nagyon jelentős fejlesztési időszak alatt állunk, erről korábban már beszéltünk. Most ezáltal képesek leszünk a 21. század kihívásainak teljes mértékben eleget tenni. Ez nagyságrendileg, összességében agrár, élelmiszergazdaság és vidék, falvak infrastruktúrával együtt 9000 milliárd forint. Húha. Ez egy akkora összeg, ami képessé tesz bennünket arra, hogy valóban felzárkózzunk a legkorszerűbb gazdasággal rendelkező országokhoz, versenyképesekké váljunk, de ez egy óriási lehetőség és feladat is ránk. Értem. Szabad. Elnök úr, ebben a pillanatban Ukrajnában háború van. Nem titok, hogy Oroszország és Ukrajna az arab világ egyik éléskamrája. Izraelbe a gabona exportnak közel a 45%-a Ukrajnából és Oroszországból érkezik. Mi lesz ezekkel az országokkal? Éhen fognak halni? Magyarországon többször beszéltünk a gabona termésről, és azt mondta, hogy körülbelül a dupláját termeljük meg, mint amennyire nekünk szükségünk van. Mégis, ha jól értem, egy export stoppot állítottunk be. Ennek egyetlen oka van, hogy természetesen Magyarország a jól kialakult kereskedelmi rendszerében természetesen értékesíti a gabonáját. Azonban most olyan kereslet jelent meg, hogy hirtelen szinte egy olyan erős szívó hatás keletkezett a piacon, hogy elkezdett mindenki durván... Mindenki fel akarja tölteni a raktárait. Erős, így van, mindenki biztonságra törekszik, fel akarja tölteni a raktárait. De egy kormánynak, egy felelős kormánynak fontosak a saját polgárai is. Tehát nyilvánvaló, hogy amire szükség van, azt megtartom, amire... Tehát nem a szocializmus éveit éljük, amikor mindent, amit lehet, eladunk, és nem gondoskodunk önmagunkról. Nem, az országról gondoskodni kell, de a kormány nem tiltotta meg, tehát nem stop van, nem kiviteli stop van, hanem egy nagyon átgondolt piaci tevékenység zajlik, azaz a magyar kormány megteremtette magának azt a lehetőséget, hogy elővásárlási jogot alkalmaz. Tehát be kell jelenteni, aki exportra szállít, aki kiszállítja a gabonát az országból, vagy ki akarja szállítani, bejelenti. A magyar kormány jelzi, hogy akar-e élni azon az áron, amin megjelenítették, vagy megkötötték az üzletet az elővásárlási joggal, vagy nem. Ha élni akar, akkor a magyar kormány megvásárolja, és itt marad a gabona, ha nem, akkor pedig szabadon távozhat az országból a mennyiség. Van a Magosznak egy nagyon jó programja, ahol a gazdák, a felvásárlók, mindenki adományt ad, és ebből lesz az ország kenyere, és ebből segítünk a határainkon túlélő embereknek. A Magyarok Kenyere Program. És azt mondtuk anno, hogy azért dolgozunk, hogy legyen mindenkor kenyér a magyar emberek asztalán. Most azt mondjuk, hogy igen,
nem csak beszélünk róla, hanem meg is tettük és meg is tesszük. De nem csak a magyar emberek asztalán, hanem minden olyan ember asztalán legyen, és család, gyerek asztalán kenyér, aki erre rászorul. Ezért gyűjtünk adományokat, ezért van az, hogy ezen a héten 30 tonna lisztet helyezünk el a határmenti raktárban, hogy amikor arra szükség van, az adott mennyiséget mindig tudjuk rendelkezésre bocsájtani, hogy Kárpátalján is meg tudják sütni a magyar emberek számára a kenyeret. Értem, és természetesen ebből jut a nem magyar embereknek is, hogy nincs különbség. A ott élő magyar emberek és a menekültek határ túlsó oldalán és innenső oldalán is ugyanabban a bánásmódban, szeretetben és védelemben részesülnek. Elnök úr, egy furcsa mantrának tűnik, de öntől is megkérdezem. Ezekben a napokban, amikor veszélybe van a haza, amikor nem messze a határainktól ágyúdörej van, repülőgép moraj, emberek ezrei vesztik életüket, akkor miért nem a zsidó állam mintájára fognak a politikusaink össze faltól falig, és a haza védelmére kelnek? Miért tovább zrikolják egymást, miért továbbra vannak az ellentétek, hisz hamarosan 1848-ra emlékezünk március 15-ére, amikor a függetlenségért, a jogért harcoltak. Hát most ebben a pillanatban nem összefogni kéne? Igen. Igen, Magyarország ezt teszi. Magyarország ezt teszi, Magyarország a béke mellett tette le a voksát, és ehhez ragaszkodik is minden körülmények között. Segítünk mindenkinek, de nem háborúzni, hanem menteni az életeket, segíteni az embereket a borzalmas élethelyzetben, hogy túléljék, hogy vissza tudjanak majd térni családjuk az özövéikhez. Ha egyszer azok a politikusok észhez térnek, akik ezt a helyzetet előidézték. Mi a béke oldalán álltunk, állunk. 10-én a magyar parlament új köztársasági elnököt választ. Ki fogja vezetni a 10-i ülést? Nem tudom ma még megmondani, nem egyeztettük le. Én bízom benne, hogy lesz részem az ülés vezetésében, hogy mikor a nap folyamán ezt igazán megmondani nem tudom. Egy biztos, hogy ezek nagyon fontos események, és ez egy nagyon nagyszerű dolog és felemelő érzés, aki ilyenkor ülést vezet. Hát azért is, mert ugye elképzelhető, hogy Magyarországnak meg lesz az első női köztársasági elnöke. Kérdezem önt a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Ha megnézzük, az ön pártja azért nincsen tele nőkkel, de hála Istennek egyre többen. A Magoszban vannak női munkatársai? Őszintén megmondom, hogy nekem most a nők többségben vannak a munkatársak közül. Többségben vannak, de a vezetésben is vannak, tehát az elnökségben is vannak hölgyek. De van hát a kamarában több alelnök is van. Nem az a kamarában is, de a Magoszban is. És például ma innen Szolnokra megyek, ahol a Szolnok megyei Gazdakörök Szövetsége a kamarával együtt egy olyan ülést szervezett, amit a gazda asszonyok tiszteletére hívtunk össze, és még kitüntetéseket is fogunk átadni a nőnap alkalmával a kiemelkedő teljesítmény nyújtó gazda asszonyoknak, mert hogy az asszonyok nélkül a gazdember semmit nem ér, mert az asszonyok azok, akik a családot rendben tartják, az asszonyok azok, akik esetenként, amikor mi hirtelen döntenénk, vagy dühösek vagyunk, akkor ők önmérsékletre intenek bennünket, és valahol így működik a család jól. Arról nem is beszélve, hogy a gyermekeink oktatásában is részt vesznek, hát, és ha előveszik az Ó vagy az Új Szövetséget, akkor a hölgyeknek nagyon komoly szerepe van. Sőt, meghatározó szerepe. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ezekben a nehéz napokban is, és visszavárjuk. Jó döntés 10-én, és bízunk benne, hogy még a választások előtt újra tudunk találkozni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Jakab István, a Magyar Parlament alelnöke, a Magosz elnöke, egy igazi patrióta volt stúdiónk vendége. Megpróbálta megnyugtatni önöket arról, hogy kenyerünk mindig lesz, nem csak nekünk, hanem a környezetünknek is, és arról is megpróbált megnyugtatni minket, hogy jobb, ha mi honvédelemmel és nem háborúval foglalkozunk. Továbbra is tartsanak velünk, azonnal jövünk vissza. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.